legújabb dalunk címe az, hogy Savior, és a dal koncepciója egyébként picit sötét, de próbál egy picit a sötétségből kinyerészkedni témakör, ami egy elképzelt szituáció, amikor annyira kilátástalan és annyira sötét helyen érzi magát az ember, akkor így abban érzi a megváltást, hogy bárcsak helyet cserélhetne azzal, aki a szerette, de már nincs köztünk. De rapidba történt ez a klipforgatás, mert volt egy másik helyszínen, amit az utolsó pillanatban visszamondtak, és egy nagyon régi barátom, a Berta Máté, aki ezt a helyet elkezdte évekkel ezelőtt, őt hívtam fel, hogy rendelkezésünkre állna-e, és ő igen mondott, és így rögtönözve készült ez a videóklip, tehát nem volt egy ilyen durva koncepció. A zenekar az 20-20-ban alakult, igazából azzal, hogy Soma belépett és elkezdtük ketten csinálni. Addig nekem ez csak egy ilyen szánypróbálgatás volt, meg ez csak egy ilyen kifejezgetés, csak aztán végül is maradtunk ennél a négynél, meg így vittük tovább ennek a szellemiségét, de akkor vált úgymond zenekarra, és utána egyből, ahogy belépett G bácsi, meg a többiek, a következő LP-vel a Necrosis-szal vált úgy ténylegesen zenekarra. Bencével nagyon érdekes módon ismerkedtem meg. Instagramon rám írt, hogy éppen készít egy lemezt, és akkor a demókat átküldte, és megkérdezte, hogy nem szeretném ezt vele csinálni, meg mondtam, hogy én szeretném ezt vele csinálni, és gyakorlatilag a heteken belül találkoztunk, és igazából elindult egy barátság. Az, hogy zenék készüljenek, ahhoz nekünk egyáltalán nem kell próbálni. Tehát nem is nagyon szoktunk ehhez találkozni. Mi a zene nyelvén kommunikálunk, küldünk valamit, másik visszaküld valamit, ezt nem kell kommentálni meg semmi, mert úgymond van egy ilyen bizalom mindenki felé, hogy azért zenélünk együtt, mert bízunk a másik, mert tiszteljük, amit csinál. Egyébként úgy nagyjából, ha 5-öt szükséges próbálni, akkor egyet meg tudunk adni esetben. Van még sok ilyen ötlet fiúkban, és összeszedni ezeket és kiadogatni. Aztán majd reméljük, hogy jövőre, évvégével valamikor egy nagy lemezbe össze tud ez az egész állni, és végre lesz így közösen egy nagy lemezünk, de nagyjából egyelőre maradunk így a single kiadásoknál.